Eltelt 3 hét, véget ért az 51. győri művésztelep, ahol hazai és külföldi alkotók együtt éltek és alkottak. A program minden évben az önkormányzat és a Rómer Múzeum révén valósulhat meg, ami a hagyományok szerint kiállítással zárul. A 6 művész alkotásait felvonultató közös terek nevet viselő tárlat megnyitóján Rechnitzer János professzor, az ismert műgyűjtő úgy fogalmazott, a kiállítás is igazolja, hogy Győr közege alkalmas és képes a progresszív, kortárs művészeti innovációra. Ez egy progresszív irányzat, tehát ma a nemzetközi művészeti vásárok, ugye, amik hát egy jelzőrendszerei a művészeti világnak, vagy az árverési világ, ami hát szintén az, ott ezek a művek bármikor megjelenhetnek, elegánsak, jók, értékesek, izgalmasak, és ezeket a műveket nem szégyenkezés, nem ilyen szavakat használni, ezek a művek igenis az élmezőnyben vannak. Vannak is olyan művészek, akik benne vannak ebben a nemzetközi trendben és nemzetközi világban. Tehát én azt mondom, hogy egy jó csapatot sikerült összehozni. A művésztelep nyitó tárlatán egy japán, egy olasz és egy Ausztriában élő magyar alkotó, a záró kiállításon pedig az új generáció művészeti szcénájának meghatározó progresszív művészei találkoznak a nagy közönséggel. Bernát András visszatérő vendége a művésztelepnek, a kiállításon barokkos, rokokó stílusjegyeket viselő munkái tárulnak elénk, ami nagy sikert aratott a műkedvelők körében. Az olajfestékben ez alumínium, vagy réz, vagy bronzport keverek, tehát hát itt ebben az esetben ugye megfestem a hátteret, abban nincsen még fémpor, de ez a barokkos, organikus formában már keverek a színekbe alumínium port, és hát talán így a végén lehet látni, hogy kb. Ilyen vékony ecsettel készítem a magát, a struktúrát. Varga Bertalan nem ismeretlen a győrieknek, hiszen az ő tervei alapján készült el nemrég a marcalvárosi víztorony új festése. A kiállításon a fiatal tehetség munkái is felvonultak, tőle 4 különleges alkotással találkozhatunk az Eszterházi palotában. Ezek a képek mind, amik most itt láthatóak, akril technikával, MDF lapra. Ezen kívül, ami esetleg nem annyira szokásos, az, hogy ezek mind formázott képek, tehát nem sima téglalap felület, hanem mindig van valami kis kimozdulás, vagy valami kis belenyúlás a formájukba, illetve így értelmezik is a teret. 51. alkalommal is nagy érdeklődés kísérte a művészterep kortárs alkotóinak kiállítását az Eszterházi palotában. A tárlaton Forgó Árpád nem mindennapi munkái is helyet kaptak. Nekem itt most 6 munkám készült el, ebből 2 látható a falakon. Ez a 2, ez ugyanarra a formára épül. Az egyiknél, a fekete munkámnál ez meg van duplázva, ennél a kéknél pedig önállóan áll. Milyen anyagokat használsz, hiszen ezek is nagyon különlegesek? Igen, a mögöttem látható kék munka az egy Sánkhájban beszerzett műbőr, ami fel van feszítve erre a szerkezetre, amit készítek fából, és ez van még több színezett lakkal bevonva. Híradónk stábja a több hétig tartó alkotási folyamat közben is találkozott az alkotókkal, ahol Fehér József munkásságába is betekintést kaptunk. Az iparművész papír installációjával az egész közönséget levette a lábáról. Én azt szeretném ezzel az alkotással bemutatni, hogy igenis, hogyha ugye azt mondják, hogy a modern művészeten belül mik azok a fekete képek a falon kérdéssel jönnek oda hozzám, és akkor el lehet mondani az embereknek azt, hogy igenis a feketének is vannak különböző árnyalatai, különböző tónusai. Ezeket az árnyalatokat és tónusokat szeretném érzékeltetni azzal, hogy különböző méretű, ezeken például 2x5 cm-es kis papír négyzetekből, téglalapokból állítottam össze, és ezek a téglalapok ugye a fénynek köszönhetően mindig más színben jelennek meg. Szabó Dezső és Halmi Horváth István festőművészek alkotásait is láthatjuk a Közös Terek című kiállításon, amit szeptember 1-ig látogathatnak az érdeklődők az Eszterházi palotában, hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között.